Akkor folytassuk. Mit indítunk újra? Hülye vagy, nem halt meg a izé? Csávinger? A Markus? Na jó. Mégse halt meg. Jó napot! Ez a Markus, ugye? Szia Bazsi, szia! Optikai egység sérült, elme palotta. Csökkent a látásunk. Eddig se volt nyugi. Hangprocesszor, sérült hangadatok. Elég szarul nézünk ki. Tírium szivattyú szabályozó, az összes rendszer alacsony energiafelhasználású módban van, hibás. Oké, és mi van még? Bal és jobb láb komponense hiányzik, állás nem lehetséges. Lehet bíró volt korábban, azért nem lát, igen. Akkor mászunk. Ott van valami, cseréld ki a lábakat, ott világít valami. Húzi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kislánnyal hova lehet eljutni. Elemzés. Állapot működő, kompatibilis, nagyon jó. Bőcsücsülünk. Jaj, egyszerre. Terminátor elmehet ám a francba, csak úgy mondom. Annyi maradt a lábából? Oké. Egy lábunk már van. Húszunk tovább. Még egy lábikó. Inkompatibilis. Akkor gondolom megyünk tovább. Kompatibilis. Nagyon jó. Csücsi. Oké. Okay. Tehát van már két lábunk. Kicseréltük őket. Fel tudunk állni. Szökés a ronstelepről. Az igen. Van itt bármi. Á, elég szarul nézünk ki. Az anyádat. Keres Jerichót! Na! Na jó, fúj! Megsimogatta a fejét. Mit csinál, normális vagy? Menjél innen! Cseréld ki a sérült részeget, keresd meg az optikai egységet. Jó, nem tudjuk. Kicsit walking, de hülye, ez nagyon kemény.
inkompatibilis. Nagyon jó. Állapot működő, de inkompatibilis. Nagyon jó ez is. Cső, Veko! Szia, szia! Visszakaptad az akkodat? Kompatibilis, na ez jó. Lehet nem kellett volna megkímélni. Elvegyük mégis. Nem néztem reggel óta híreket. Ő már úgyse kell fel. Kit? Hát de azt tudtam. Hát az már egy ideje nyilvánvaló volt, hogy Blazsics megy el. Hát arról volt szó, hogy a felesége... Igen, arról volt szó, hogy a feleségének honvágya van és megy Lengyelországba, de most már vannak francia hírek is. Úgyhogy elég meleg. De szerintem Toki is megy. Na most már jobban tudunk... Kompatibilis, nagyon jó, kék iris. Hello. I'm an AK-700 android. Hát jó van, tesó. I was designed to serve you. What can I do for you? My program has detected an anomaly. Hát igen, de pont ez az. Nem mindegy, megy itt a kamu össze-vissza. Hát figyelj, nem lehetett megtartani ennyi. Nem baj, remélem igazolunk valami normálisat. Viszont a sheriffes csatárgyerek az állítólag már volt orvosi, minden oké. Vele. Ha kell keresnünk egy hangprocesszort, az is ott lesz. És van. Hát a fene tudja részbe. Igen, Veko. Igen, most azért könnyebb, meg azért talán a Csercseszóval, tehát az ő személyével azért az nem lesz biztos, hogy nehezebb. Na, meg vagyunk. Nem biztos, hogy ez a Ziuba az megérte volna, Veko. Hát most ki tudja, figyelj, mennyi pénzért jön. Ő azért nyilván magyar szinten egy kiemelkedő játékos lett volna. De ki tudja, hogy nemzetközi szinten ő vele mire tudtunk volna menni. Nem tudom, biztos, hogy jó, csak... De ne tudja. Meg akkor a Bolikát, vagy a Májét, vagy valakit azért el kell engedni. Már mondjuk a Májé az mehetne. Meg a Ziuba nem gyors.
Ő ez a tipikus ilyen bödedanis stílus. Igen, az a Ziuba, aki orosz válogatott volt. Hát az biztos, hogy nem Veko. Az biztos, hogy nem. De ki tudja. Lehet, hogy a Blazsicsnál már a pénz számít. Ki tudja, nem látunk bele a fejébe. Nem tudom, én bízok benne, hogy sikerül egy ütőképes csapatot oda tenni, és legalább egy Európa Ligát sikerül elérnünk. Kiszedte a kütyüt a fejéből. 5 év abból 3-szor Európa. Így van. Így van. Meg azért, ha megnézed a Blazsics, az végigjátszott a kupameccseket, a bajnokikat, minden. Nem tudom hány éves. Na jól van! Hello Neo! Indul a Matrix, gyerekek! Hát ez mi volt? Marcus visszajött a halálból. Hát figyelj, nagyon remélem. Ugye két körön keresztül kiemeltek leszünk. Keresd meg a mondát. Én nagyon bízok benne. Ha odáig eljutunk, hogy a BL-ért tudunk játszani, és csak Európa Liga lesz, szerintem maradéktalanul boldogok leszünk. Beszélj. Hello, Amanda. Connor, it's good to see you. Your predecessor was unfortunately destroyed. Mondjuk van pár hiányposztunk, ahova kellene igazolni. Például a Kovácsevics sem egy életbiztosítás, sajnos. I don't intend to. When a Connor model was destroyed. Bérleted meg van, Veko? Meghosszabbítottad? Nekem be kellett menjek, képzeld el, a kupadöntő előtt voltam bent a jegyirodába. Mert beragadt a bérletvásárlásom. 24.200 részbek. Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him? I think he's irritable and socially challenged. But I also think he used to be a good detective. He's an intriguing character. Unfortunately, we have no choice but to work with him. What do you think is the best approach? I will try to establish a friendly relationship. If I can get him to trust me, it will be helpful for the investigation. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. Igen, Raze. The most advanced prototype Cyberlife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. Pick up the investigation where the previous Connor left off and put a stop to this. Aha! Tehát csináltok egy új Connort, aki megkapta az előző emlékeit, Frankon? There's little time.
és neki kéne kiderinteni, hogy miért lesznek deviánsak az androidok. Wow. Nem tudom részbe. Gőzöm nincs. Ez a B-középnek az ára mindenhova máshova drágább. Keresd meg Anderson hagynagyot. Nagyon jó. Na lássuk. Can I help you? I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization? Yes. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. Mennyi minden van. Na nézegessünk körül. Most néztem Twitteren a hozzászólásokat eFootballnál, aztán mindenki fel van háborodva jogosan, meg mindenki írja, hogy inkább mennek vissza fifázni, mert legalább működik minden. Hát én ezt is megértem. Brown. I'm looking for Lieutenant Anderson's desk. It's that desk right there. Láció éves bérlet 620 euró a kurva Nordba. Az igen. Azt mondtad itt hátul. Melyik az? Az Andersoné. Európai szinten hogyan? Nem, abszolút nem. Meg azért az egy láció. Abszolút nem vészes. Mennyi most az euró? Várjatok, addig leülünk. 3.60 körül? Vagy több már? Nálunk. Tudj meg többet Anderson hadnagyról. 384. Hát figyelj, azért nem is olcsó, maradjunk annyiba. Szerintem. Dark Heavy Metal-t hallgat az öreg. Igen, igen, jogos mondjuk. Asztalvizsgálata. Na, itt még vannak dolgok. Jó, megnézegetjük. Call Hank Anderson. Hi, this is Hank. Not here at the moment. You can leave a message if that's what turns you on, but don't expect me to call back. Ja, a magyar fizúhoz képest drága, igen, én is erre gondoltam. Hideg kávé, nyomokban koffein. Fánkok. Ki gondolta volna, hogy fánkot eszik az öreg Hank? Android ellenes jelmondatok. Vörös jégkülönítmény. Gyufa. Jimmy párja.
Kutyaször. Van egy Bernát hegyie. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. God, I saw you get shot in the head last night. My predecessor was unfortunately destroyed. Igen, Jancsó, igazad van, csak azért a divíziókat nem vettem volna ki a helyükben. Oh, Jesus. Hank, in my office. Robotizált gyereknevelés három törvénye. Mi voltunk egyébként ott a Barca stadionban, amikor az Espanyol ellen játszottunk. Vagy stadionnál, mert be nem mentünk, nyilván. See if there's any link. Why me? Why do I get to want to deal with this shit? I am the least qualified cop in the country. Hagyjál már békén az akciózekciggel. Nekem nem kéne Bayern München bérlet amúgy. Abszolút nem mozgat. Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit. The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you let me hold the bag. CyberLife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. No fucking way. I don't nem akar minket társnak. Hát, ez ilyen. Hank, you are seriously starting to piss me off. You are a police lieutenant. You are supposed to do what I say and shut your goddamn mouth. You know what my goddamn mouth has to say to you? Okay. Huh? Okay. I'll pretend like I didn't hear that. So I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, cause it already looks like a fucking nut. Ugye, Részbek, én meg úgy vagyok vele, hogy hogyha a Fradi megy bárhova, akkor és úgy állok, hogy azt meg tudom magamnak finanszírozni, és olyan, akkor megyünk. Just about enough of your bitch. Either you do your job or you hand in your badge. Now if you'll excuse me, I've got work to do. Az nekem nagyobb élmény, mint mondjuk egy mondhatjuk egy Bayern München Dortmund. Én ilyen vagyok. I wonder whether Lieutenant Anderson is really the best person for this investigation. Hey, I don't need a machine to tell me how to handle my men, okay? So get the fuck out of my office. Így van, Veku, mint bármi. Have a nice day, Captain. Szia, Medmes, hello, kösz. Tehát nem tudom, tehát én úgy vagyok vele, hogy igazából új Connor, figyelj. I understand the destruction of my predecessor may have been unpleasant for you, Lieutenant. I'll do everything I can. Például a Ludogorets elleni túra, az egy szenzációs volt. In any case, I'd like you to know I'm very happy to be working with you. I'm sure we'll make a great team. Például itthon voltam a Bayern Sevillán is. Now that we're partners, it would be great to get to know each other better. Uda utáltam az Ágrábit. Atya Isten, Veko. Atya Isten. Majdnem megdöglöttünk a vonaton hazafele. Reggel ekkora volt a bokám. Amúgy a kinti az kurva jó volt. Tehát a meccs meg úgy minden, de hallod? Majdnem megőrültem. Mi a szütyköt kell elemezni? Minket megállítottak. Jó, hát ti nem vonattal mentetek. Tudom, hogy sokakat megállítottak, igen. Legyen a kutya.
chair. I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? Sumo. I call him Sumo. Sumo a kutya neve. Menjünk rá a kosárra. Detroit Gears fan, right? Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Did you see the game? That's what I was watching. De mondjuk az Espanyol elleni meccs is egy kurva nagy élmény volt. Szevasz, Lilu! Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. It's full of energy. You listen to heavy metal? Well, I don't really. Egyedül Moszkvában nem voltam. But I'd like to. Take a look at these samples yet? Lab report says they cut it with something. Have you known Captain Fowler for long? Maybe they're trying out a new thing. Yeah. Nice. Too long. We really need the forensics. All right. I'll chase it up. Győzor. A lot of people don't appreciate having androids around. Parancsolj. I was wondering, is there any reason in particular you despise me? Yeah. There is one. I was wondering, do you always arrive at the office at this time? I arrive when I arrive. Egy kis köldököt villantottnál, jó, jó. Mindjárt, ahogy vége a résznek, Veko. If you have any files on deviants, I'd like to take a look at them. Terminals on your desk. Részbek. Nyissuk meg. Esetakta. Eltűnt. Gordon López. A sértett azt mondta, hogy szokás szerint ott hagyta az androidját, amikor elment dolgozni. Amikor hazaért, az android eltűnt. Nem volt nyoma, hogy betörtek volna a lakásba. Előfordulhat, hogy az android utasítás nélkül hagyta el a lakást. Oké, még egy eset. A sértett szerint, igen, modellszámú android támadta meg, amely a 842 Chamberlain Avenue alatt található Festconi Ducks étteremben dolgozott felszolgálóként. A sértett elmondása szerint az android váratlanul rávetette magát, és megpróbáltam megfojtani, mielőtt elhagyta volna a helyszínt. Az androidot továbbra is keresik. A sértett elmondása szerint megtámadta a saját androidja. Az android több szobát is feldúlt a házban, mielőtt megtámadta volna a gazdáját. Sétált az Eden Club vezetője, egy szex android. Ez kéne neked, Razeback, egy jó szex android. Megmagyarázhatatlan eltűnését jelentette. Az android azután tűnt el, hogy elkísért egy ügyfelet az otthonába, és többé nem tért vissza. Leo Manfredet öntudatlan állapotban találták meg az apja, Karl Manfred otthonában. Az apja tanúvallomása szerint a fia konfliktusba került a házi androiddal, úgy tudni az android egy prototípus volt, ismeretlen modell és sorozatszám, és az intézkedő rendőrök a helyszínen megsemmisítették. Oho, itt van a jány! A sértett állítása szerint a házi androidjuk erőszakosan megtámadta, az android az előző nap érkezett vissza a szervizből, és már korábban is mutatkoztak rajta agresszió jelei. Azt is megoldjuk, Razeback, a nyáron, ne aggódj! Szexback lesz! An AX400 is reported to have assaulted a man last night. That could be a good starting point for our investigation.
Legyünk profik. I know you didn't ask for this investigation, Lieutenant, but I'm sure you're a professional. Why don't you go fuck yourself? I've been assigned this mission, Lieutenant. I didn't come here to wait until you feel like working. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. Lieutenant, sorry to disturb you. I have some information on the AX-400 that attacked the guy last night. It's been seen in the Ravendale district. I eat the chai. I'm on it. Hát bízunk benne amúgy, Benito, hogy lesz valami. Hank valamilyen nyomra bukkant. Na, kész van ez a rész is.